Sziasztok! A mai videóban pedig elérkezett a napja, amikre én hónapokat készültem, és már most izgulok itt ebben a pillanatban is, hogy hogyan fogok teljesíteni a 10,5 kilométeren a Rambogát futóversenyen. Így hát ebből láthatok egy kis vlog összeállítást, remélem, hogy tetszeni fog számotokra, tartsatok velem! Na közben megérkeztünk, tehát picit visszhangzós ez a férfi WC, de találtam helyet, ahol átöltözhetek, így hát hamarosan megyünk ki és megismerkedünk a helyszínnel. Na, közben beértem, hát eléggé fáradt vagyok,
hallhatjátok, hogy még megy a 21 km. Hát eléggé látszik az arcomon, hogy... 10 km-ben ez jó volt, ez jó volt. Jövőre is jövök. Részben összfoglaltam a felkészülésemet a 7. Rambogát futóversennyel kapcsolatban. A linket megtalálhatjátok ennek a videónak a leírásában. A rajtot követően benyomták egy valamilyen rockos zenét, és egyszerűen főspanolt, fölhypolt, konkrétan már mozogtam, már indulni akartam, és amikor kimondták, hogy rajt mentem, mint a gép, az első 5 kilométernél egyszerűen mentem, mint az állat, mint aki kiengedtek a ketrecből, és mentem, mint világtalan a világba. Így hát egyszerűen felfoghatatlan, amilyen tempóban mentem, de nem így terveztem a verseny során. És a gyors tempónak köszönhetően egyszerűen nem jól vettem a levegőt, és konkrétan a vádlim úgy megfájdult, hogy nem tudtam egyszerűen futni. Háromszor és négyszer is meg kellett állnom, hát ha úgy veszük, három vagy négyszer meg kellett állnom a futás során, hogy összeszedjem az energiámat. De mégis volt 2 darab frissítő pont, aminél az elsőnél csak vizet ittam, ami nem annyira jó egy futásnál, mert kellene egy kis szénhidrát a szervezetnek, vagy egy kis fehérjedús valami a szervezetnek, hogy tovább tudja folytatni a versenyt. A második frissítő ponthoz érve úgy gondoltam, hogy nem úgy csinálom, mint az elsőnél, hogy konkrétan csak vizet iszok, és megyek tovább, mint világ a világtalamba, hanem fogtam a kezembe egy müzli szeletet, meg bevettem egy szőlőcukrot, meg igen, így hát meg picit ittam, és akkor mentem is tovább. A szőlőcukor meg annyira főspanolt, hogy konkrétan a második 5 kilométernél egyszerűen mentem, mint a gép. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy milyen tempóban mentem, így hát ennek köszönhetően is meglett a 9. helyezésem, ami az elvártaknál föntebb végeztem, így hát egyszerűen örültem, amikor beértem a célba. Köszönöm a Rambogát futóverseny rendezőinek, hogy egykor életre hívták ezt a csodálatos eseményt, és hogy évre évre megrendezik ebben a városban. Sárbogádon és környékén élő emberek bebizonyíthatják, hogy a sport mindenkié. Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a videóban. Ha tetszett a videó, ne felejtjetek el lájkolni, feliratkozni a csatornámra, és mellesleg nyomjátok meg a csengőt a további izgalmas tartalmaiért. Találkozunk a következő videóban, én Laci voltam. Na, sziasztok!